Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal. Nils Holgersson írta Zelma Lagerlöf. Holgersson, ott repül Márton Ludon. Viharos hojsza a boszorkány. A végén olyan kövér leszel, hogy nem fogsz tudni felrepülni. Te csak ne izgulj, én bármennyi tehetek, nem vagyok ízékony fajta. Érdekes pedig, hogy a pocakodat elnézem, nekem más a véleményem. Jól érzed magad? Köszönöm, nagyon jól. Sokat kell lenned, mert még hosszú út áll előttünk, tudod? Igen. Ízli? Igen. Akkor jó. Agyamra megy ez a folytonos turbékolás! Csend legyen, mindjárt indul! Sorakozó is felkészülni! Azt mondtam, sorakozó! Kárkal, aki akka parancsa, hogy sorakozó! Indulunk! Először talán befejezhetném a reggelimet. Mikátra van a csemege, majd aztán megyek. Nem hallottad, mi volt a parancs? Vigyázz, megmondalak akkának. Kötve hiszem, hogy akka meghallgatna. Ész, mi? Ugye ismeritek Viharos hojszát? Igen! Az ő területén fogunk áthaladni. Egy, kettő, egy és kettő, egy. Milyen jó meleg van. Szinte hihetetlen, hogy este még milyen vihar volt. Ne kiabáljátok el, még nem múlt el a veszély. Viharos hojszá csak szélviharban érzi jól magát. Viharos hojszá, az kicsoda? Hát a szélboszorkány, ki más? Miért, talán itt lakik valahol? Nem, Askerben lakik. De itt a nerkei síkság felett szokta kitombolni magát. Én nem félek tőle. Ő se láttam, hogy tombol a boszorkány. Csend legyen, még meghallhatja, amit beszéltek. Na és tőlem meghallhatja, semmi rosszat nem mondtam róla. Látni szeretném. Nem hívhatnánk ide? Próbáljuk meg. Csend legyen. Nils, hagyd abba, kérlek. Így félsz tőle? Olyan félelmetes? Két orkán és három ciklon együttvéve. Komolyan? Már itt is van! Kapaszkodjatok erősen! Mindig így kezdődik! Mi az, hogy két orkán és három ciklon? Miért nem tornádó? Utoljára jött rá a keleti tenger végéig üldözött bennünket. Nils, kapaszkodj! Márton! Márton, húzd már föl! Pocok, kapaszkodj! Segítség, nem bírom! Le a fejed! Ezt még egyszer nem csinálja velünk. Inkább kikerüljünk ezt a területet. Akka! Akka! Márton, húzd már ki a vízből, megfagyok! Nem is tudom képzelni, még én is elfáradtam.
Szegény kislány. Az egészről te tehet, szégyed magad! Remélem, ebből tanultál, és máskor tartod a szádat. Megmondtam, hogy ne hozzuk magunkat. Egyszer Hojsa az őrbúj polgármesternek is lekapta a kalapját a fejéről. Na és mi van abban? Nyílsz! Ilyen a ti boszorkátok nélkül is bármikor megeshet. Nem kell ahhoz viharos Hojsa. Ki nem mond még egyszer a nevét? Kérdezd meg Gunnert. Ő tudna mesélni róla. Egyszer betakarításkor olyan vihart kavart, hogy a széna mint szállt szétre. Legjobban a megrakott szénászekereket szereti. Ha máskor is ilyen, akkor most miért engem hibáztatok? Én is meséljek róla valamit? Na mi az, Varany? Téged is felkértek táncra? Nem, én csak hallomásból tudok róla egy smást. Télen, amikor már jó nagy a hó, az emberek előveszik a szánkókat. Na, több se kell neki. Olyan hóvihat kavar, hogy az Orruk hegyénél se látnak tovább. Szép dolog, mondhatom. Még ilyet? Szerintem ez a lávalóság. Ő meg biztos azt hiszi, hogy valami jó tréfa. Na várj csak, én megmutatom neki. Még hogy te? Miért? Mit tud még azon kívül, hogy felkavarja a szelet egy kicsit? Azt hiszi, hogy azt csinál, amit akar. Hát rosszul hiszi. A helyedben én nem volnék olyan biztos ebben. Júj. Na tessék, most megint itt van. Miért nem tudtad tartani a szádat? Csönd. Mint amikor a papné kávéhoz terített a kertben. Először küldtem rá egy kis esőt, aztán egy ilyetné. Hű, de szörnyű egy cipírtyó ez. Kérlek, de olyan hangosan. Most meg hová tűnhetett? Igazán furcsa, hogy így el tud tűnni. Fázom, át vagyok ázva, és mindez azért, mert bűz képtelen befogni a szárját. Na gyere elő, te híres szélboszorkány! Igen, kellett nekem elő. Na gyere csak, ha mondom! Beszédem van veled, hallod? Ne, hallod? Jaj, ne kérlek, de hívj! Ne, tudsz jeget csinálni? Azt nem, de fel tudom olvasztani. Na csinálj jeget! Most nékünk van. Nils Ferguson! Azonnal mondd meg neki, ne csináljon jeget! Most mit izgatod magad egy ilyen buta boszorkány miatt? Jaj, meneküljünk! Most bebizonyosodott, hogy Nils nagy bajt hozhat a fejünkre a vakmerőségével. Pedig én figyelmeztettem, de nem hallgatott rám. Akárhogy is van, azt kell mondanom, hogy szóval nem tudom kimondani. Azt akarja mondani Gunnar, hogy hagyjuk itt Nilset. Hát igen, ezt akartam mondani. Mit szóltok hozzá? Szabad. Soha vissza nem térő alkalom. Az. Mi az, hogy az? Maradjon, vagy velünk jöjjön. Mi történt? Csak nem megsajnáltátok? Jaj, de fázom. Ha se tudom, mi van velem, lehet, hogy már nem is élek. Miért nem sütti a nap legalább egy kicsiké? Remélem, ilyen nem fordul elő még egyszer. Most az egyszer megbocsátunk, de ez az utolsó alkalom. Felszálláshoz elkészülni! A boszorkány nevét ki ne ejtse a száján senki! Túlsúlya, még nehezebb felszállom, mint egyébként. Máté, kelj fel! Jaj! Ne menjünk inkább itt át. Remélem nem nagyon csúszós. Nem szeretném eltörni a lábam. Menjünk, próbáljuk meg. Sokkal rövidebb lenne az út. Miért kerüljünk akkor át? Meglátod, megtaláljuk apánkat. Hallgass, csak kitalálod az egészet. Úgy se találjuk meg. Szegény kicsi Máté, ne búslakodj. Úgy látom félsz. Pedig te sohasem szoktál félni. Gyere, megsporulunk egy csomó gyaloglást. Nézd meg, be van fagyva, ameddig a szem ellát. Nem szakad be. Hirtelen, mintha a tél kellős közepébe csöppettünk volna, mennyi jég. Biztosan ezt is ő csinálta, tudod ki? Akinek a nevét nem szabad kimondani. Tudom. A tónak ezt a felét mindig vastag jég borítja, de minél jobban közelítünk a másik parthoz, annál jobban vékonyodik.
Nézzétek, két gyerek van ott lenn a jégen. És amikor a Jóisten éppen Smolandot teremtette, oda ment hozzá Szent Péter. És elkezdte nézni, hogy mit csinál a Jóisten. Minek meséljem, amikor már kívülről tudod az egészet? Szépen mesélsz. Hamar kérnem végre, hogy hagyjátok abba ezt az undok spriccelést. A cipőm! Na hát, egy pici facipő. Facipő. Milyen kicsi, biztosan egy törpéjé. Á, tudod, hogy törpék nincsenek. Valakié csak kell, hogy legyen. A vadludak nem szoktak facipőben járni. Márton, fordulj vissza, a cipőmet vissza kell hozni. Jól mondta Akka, a tóna kezene felé nem olyan vastag a jég, sőt, olvad. Lefagy a lábam. Márton, ne légy ilyen undok, azonnal menjünk vissza a cipőmért. Ha az átkozott boszorkány nem tartott. Ne. Most ígérted meg, hogy nem fogod emlegetni. Ne kezd megint, Nils, nehogy megint bajt hozz a fejünkre. Igen. Én csak azt szeretném, ha egy kicsit kisütne a nap. Hol vagy, viharos hajsza, hallasz engem? Remélem, látni fogja, hogy nekem semmi közöm az egészhez. Nem is ismerem ezt a fiút. Ne sibálkodj már, kocog, csak egy kis napsütést akarok kérni tőle. Napsütést kértem. Harcolok ellenem azért is, nem adom fel. Jaj, az hiszem mégis nem adom. Gunnar, segítség! Gyere, utána, Ingrid! Jaj, mit csináljuk? Mindig gyere a nyomomban! Nem is olyan rossz. Hát ez persze már megint te. Jó, erősen fog. Jaj. Gunnar, segíts! Már Ingrid, megyek! Ez aztán a jó mulatság? Ez még annál is jobb, mint amikor a papté tányérjai elrepültek. Most mit néztek így rám? Nem akarsz véletlenül bocsánatot kérni tőlük? Remélem tisztában vagy azzal, hogy az életünk forgott kockán miattad. Mióta élek, még soha nem féltem ennyire, esküszöm. Remélem, Akka, te is belátod, hogy ez nem mehet így tovább. El kell határoznunk magunkat még hozzá minél előbb! Egyet azért még alhatunk rá, de enni mindenképpen ehetünk. Nils Holgersson, ha egyáltalán élve megúszom ezt az egészet, soha többé nem állok szóba veled. Miért kell annyit járatni a szádat? Ingrid kis hián lezuhant. De hisz én csak jót akartam. Ha ilyen vagy, Nils, amikor jót akarsz, akkor milyen lehetsz, amikor rosszat? Az a két gyerek a jégen mászkál, és be fog szakadni alattuk. Mit mondasz? Majd csak észreveszik, hogy egyre vékonyabb a jég. Jaj. Gyere gyorsan át! Ott is reped! Ott még nem, jaj. Gyere! Jaj. Nézd már, mindenhol repedezik. Látom. Utoljára Tilsbergben jár. Jól befűtött szegény szénégetőknek? Befújt a boksa alá. Felszította a tüzet, olyan hatalmas tűz lett, hogy kis ilyen. Elhallgass! Azzal szórakoztok, hogy rémtörténeteket meséltek egymásnak. Oda lett meg, két gyerek életveszélyben van. Szép dolog, mondhatom. Hogy lehettek ilyen közömbösek? És ez az a vadló csapat, amelyre mindig büszke voltam? Szégyeljétek magatokat! Mintha még vastagabb lenne a jég. Itt sem tudunk tovább menni. Körbe-körbe járunk, már nem is tudom, merről jöttünk. Jaj! Ásza, segíts! Gyere!
a jégtáblám. Köszönöm. Azt hiszem, képzelődöm. Már megint? Mintha ezek a gyerekek falunbéliek lennének. Á, dehogy. Csak kijutunk valahogy. Ez Ásza és Máté Vemmehögből. Mondjátok meg a szüleimnek, mi? Ha Vemmehögbe mentek. Mi? Hogy... elment az eszed. Azt akarod, hogy elmondják a szüleidnek, hogy te törpe lettél. Azt akarod? Nem, persze, hogy nem. Gyere, próbáljuk meg arra. Ott sem megy, nem tudunk kijutni. Jó. Mondd meg nekik, hogy fussanak jobbra. Gyorsan mondd már meg. Jobbra fussatok! Jobb, jobbra! Hallottad? Valaki azt mondta, hogy jobbra fussunk. A libák tudtommal nem tudnak beszélni. Miért ne tudnának? Hallottad? Álljatok meg, aztán fussatok balra! Ott nem tudtok tovább jutni, menjetek jobbra! Itt vége. Erre nem mehettek tovább. Ugorjátok át a vizet. Nézd már. Ez nem. Majd később mindent elmondok. Most ugorjatok. Hát ezek fel is tettek. Mögöttetek a legkeskenyebb a repedés. Siessetek, mielőtt nagyobb lesz. Átugorjuk. Most még lehet. Ugorjatok, ugorjatok. Egyre nagyobb lesz a távolság. Ha most nem ugrotok, akkor végetek. Ugorjatok, halljátok? Előbb te. Nekifutásból. Úgy talán sikerül. Már sikerült szerencsét az utolsó pillanatban. Maradjatok ott, nem mozduljatok. Most mit csináljunk, Akka? Most már csak a boszorkány segíthet. Gondolod, megtennéd? Menjetek el hozzá, és kérjétek meg. Én nem merem, én azt se tudom, hogy hol lakik. Az előbb békának átszázza magát. Hát, ha ez a szokása, keressük meg. Márton, keressétek meg! Keres! De most udvariasan szólj hozzá, ne úgy, mint eddig. És köszönj illedelmesen. Figyelsz te egyáltalán arra, amit én beszélek? Figyelek, és ígérem, hogy illedelmes leszek. Köszönök is neki, de szörnyen félek tőle, Márton. Hol vagy? Boszorkány! Tisztelt boszorkány néni! Hol szívecskedik lenni? Brekeke! Brekeke! Ott lesz valahol, fartyogás. Majd beszélj vele, én addig itt várok. Viharos Hojsza, segíts kérlek! Hogy mi? Micsoda? Tudom, hogy te vagy Viharos Hojsza, vagy tévednék? Fedd fel a kiléted! Kérlek, Augusta nevem. Nem ismersz egy Viharos Hojsza nevű békát? Van köztetek Viharos Hojsza? Jöjj, ezek teljesen egyformák. Válasz közülünk, de ne táplálj vérmes reményeket. Egyik se Viharos Hojsza, ugyanis mindegyik August. De jó, hogy nem vagyok béka, engem is Augustnak hívnának. De jó, én... Augustok, gyertek ide. Hello. Nils Holgersson, meddig akarsz még itt áldogálni? Csinálj már valamit. Hagyj békén, fogalmam sincs, mit csináljak. Sajnos én nem tudok varázsolni. Az előbb ezzel jött, ha kellett, ha nem. Teringettél, gyere már, te boszorka! Ajjaj! Na persze, gondolhattam volna, hogy te vagy, az ki lenne más. Jaj, de örülök hol neked. Hol tetted pulykálni? Pontosan ott voltam, ahol voltam. A széllel jártam egy friss kopogós. Mi csak azért jöttünk, mert volt nagy kérdésünk. Egyeztem úgy, akkor lesz. Kérlek, kedves jó boszorkány, beszélni szeretnék veled. Nagyon nagy bajban vagyunk. Ásza, fogjál meg! Hol vannak már? Nem tudom, hogy segítsek ezeken a szegény gyerekeken. Na fél, mindjárt itt lesz. Senki sem mondhatja, hogy jó véleménnyel vagyok róla, de azt meg kell hagyni, mindig kitalál valami okosat. Ez már jó vélemény. Adjátok ezt a buta civakodást, ez most igazán nem lényeges. Nekem az. Például nem adnék enni olyannak, akiről nem vagyok jó véleménnyel. Én szerintem te senkinek se adnál enni, kezdjük ott. Ásza, segíts! Hogy mit mondasz? Én nem tudom befagyasztani a tó vizét. Igen, azt mondom, hogy csak hóesést tudsz csinálni, hogy kisfiúkat ijeszges, más nem tudsz. Még
hogy én ne tudnám befagyasztani ezt a nyomvat kis tavat. Nem látod, hogy milyen forgószelet tudok csinálni? Akarod, hogy megmutassam? Most inkább ne, hanem ezt tessék szíveskedni elállítani. Jaj, milyen feledékeny vagyok, nem is hóesést akartam csinálni. Na jó, hát akkor gyertek! Menj utána, Márton! Megpróbálom. Egyre kisebb a jég. Gyere közelebb. Jaj, szegény kis gyerekek. És most jó figyelj, te törzse! Kettes számú gyakorlát! Micsoda áldás, ha kéznél van egy ilyen boszorkány? Szervusz, Ásza! Szervusz, kis Máté! Ásza, megint befagyott az egész tó! Igen, megmenekültünk! Fussatok ki a partra, ne várjátok meg, míg felolvad! Gyere gyorsan, menjünk ki! Jó! Az ilyen nagy megrázkodtatások azért túl kicsi vagyok. Pedig az előtt ki nem állhattad őket. Na, mit szólsz, te kis teljeles szájunk? Tessék! Azt láttad volna, amikor tavaly felborogattam a kofák gyümölcsös kosarait. Na, nem vagy Boszi néni, szeretnék köszönetet mondani neked. Az meg mi a csodának? Szegődj el inkább hozzám inasnak, majd megtanítalak egy-két honcottságra. Nem szégyellek magad, én illedelmesen megköszöntem, amit attól lerette az elválaszol. Örülj neki, hogy végre megszabadultunk tőle. Szervusztok! Szervusztok! Köszönjük szépen! Jó utat! Jó utat! Szervusztok! Köszönjük! Szervusztok! Jó utat! Várj csak! Valamit itt felejtettél! Viszontlátásra! Szervusztok! Köszönjük! Köszönjük! Viszontlátásra! Szervusztok! Nils nagyon boldog volt, hogy ez a kalandja jól végződött. De a vadludak nagyon kimerültek, mire pihenőhelyet találtak, már besötétedett. Csöndes, világos éjszaka volt. A hold úgy világított, hogy Nils nem tudott aludni tőle. Ma indul útjára az összes boszorka, gondolta, mert eszébe jutott, hogy húsvét szombatja van. Ahogy ezen gondolkozott, felnézett az égre, és gyönyörű látvány tárult elé, de erről majd a következő részben mesélünk nektek. Magyar hangok. Szeretnyei Béla, Hacser Józsa, Márton András, Gróber Hugó, Földesi Margit, Radó Döniz, Bor Zoltán, Kassai Károly, Felföldi László, Cigány Judit, Szabados Zsuzsa, Szokol Péter, Földi Teri. A forgatókönyvet írta és a filmet tervezte Marty Murphy. Zene Karel Svoboda. Rendezte Hisayuki Toriumi. Magyar szöveg Kertész Judit, hangmérnök Bérci Endre, rendezőasszisztens Szalai Éva, vágó Kozma Mari, gyártásvezető Ozorai Katalin, szinkronrendező Várai Ibolya. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Magyar Szinkron és Videóvállalat műtermeiben készült.